ebből felvesz egy kellésvállalat, és így 7 óra olyan egészséges lesz, mint a ma. Köszönöm szépen, drága professzor. Elnézést! Egy jó sűrűs ügyben keresi a professzorat. Jó, csak egy perc, mindjárt ő küldesse le valaki. Nagyon szépen köszöntek. Ó, szegyen, köszönöm szépen. Kedves felesége, hogy van? Van valami panasza? Jó, hát a feleségemnek csak rám van panasza. Egyébként teljesen egészséges. Jó, akkor kell. Ezesség haragudj magát, az az úr, az sűrű, tényleg sűrűs ügyben keresi a professzorat. Ki az az úr? Hát én. Ez egy perc? Na jó, én várok. És a kedves mama, hogy panaszol? Jaj, hát ő nagyon beteg szegény. Hát miért nem hozzá el hozzám, hogy megvizsgáljam? Hát minek? Meg tetszik gyógyítani, mint engem. Egyébként tessék elképzelni, nagyon jó viszonyom az anyósommal. Minden 7 évben karácsonykor eljön hozzá. De az idén változtatunk ezen. Hogyan van? Hát beengedjük el. Na, jöjjön, ha elsülkés magának! Üldöznek a nők. Üldözik a nők. Miért kérdezik, hogy szerelmük kell halálba üldöznek a nők? Maga! Igen, félre menjen. Nincs az a nő, aki jönne le a szembe, 2 percen belül ne lenne halálosan szerelmes belé. Ez így igazán. Kérdezik szépen, kérdője, hogy leveleket kapok. Fényképpel. Tessék megnézni. Na? Sok szeretettel. Drága, fizek meg szerető Zsuzsi. Hát ön esetben egyedülálló. Ez semmit kérem. A verseket mutattam már? Hát miért verseket is írnak magához? Na, hát egy vizetőket, várj, tessék fel. Azt mondja. Aha, na, itt is van, tessék. 2 szomorú szemed, tézelt rám a ködön, csak te érted élet, drága pice ködön. De, és akkor van itt egy másik, és te sincs pénzét. Ezt tegnap este kapnám. Szinte a tálnak, jaj, keresztül, atya. Fizekem, szerelmem, légy el, hogy nem adja. Ez igazán remek. Önnek a távirat. Na, az esti tehervonattal érkezem, a kelet elér 7 okvetlenül vár. Csókolat a Natáliát. Ki az a Natália? Hát mit tudom én? Hát miért nem vált az állomásra? Mit? Nő, teherrel érkezik. Hát mit lehet az, amit vár? Uram, én nem irigyem magát. Hát nem is csodálkozom, kedves doktor. Tudja, milyen érzés az, amikor az ember százával üldözik a szemnél szemnőt. Százával követik a nőt. Igen, kérem, százával. És miket súlyosnak a fülembe. Szerintem, hogy ilyen vagyok. Ha megölsz, simáldok én. De hogy jó fej az éjszakára? Hát uram, én is ilyet életemben nem hallottam. Kérde, ma is követtek. Ide is. Nagyon gyengébb napom volt, ma úgy 20-an. Képzelj, idáig követett. Most is ott van, megnézni, doktor. Nézd el, ott az a 2 méteres. Ott az esernyővel, ha? Nézd csak, most először a telefonját. Nézd, most leolvasod.
számot az orvosi táblára. Ugyan, csörem a telefon. Ugyan? Mit mondtam? Igen, tessék, Nyakosi doktor. Hogy mi, kicsodán a magas, csinos fiadat... Na de kérem szépen! Engem keresnek! Tessék! Micsoda! Ha ne szégyeli magát, maga pénzt kínál, nekem! Nem, nem kérem, ez fölháborító. Nem ad, már hogy ilyen keveset. Én végeztem magával. Doktor úr, megnézni, hogy ott van-e még. Még mindig ott sétál. Mit szeretnek bennem annyira a nő? Mert biztos, hogy nem a szépségem. Mi az, hogy nem szép? Hát ez maga kifejezetten randa. Azért kérem, mert túlozzunk. Először is azt kellene láttanunk, hogy miért szeretik magát a nők. Mert a szépsége miatt nem. Mondja, nem lehet, hogy esetleg a pénze miatt szeretik a nőt? Hát, az ki van zárva. Mondja, pénz nem az a nőknek? Hát nézze, doktor úr, én egy nőnek ebből nem fizetek. Arról nem beszélek, hogy hát egy vasam sincs. Mondja, nem lehet, hogy a munkája hozza a nőt? Mi a foglalkozása? Jelenleg? Semmi. És korábban mi volt? Már ezelőtt. Hát, attól tartok ugyanaz. Mondja, nem rendelkezik maga magasabb szellemi képességekkel? Hát? Mondom, hogy esetleg nem lehetséges-e, hogy a magasabb szellemi képességével láncolja magához a nőket? Aha! Nem mondom, doktor, néha áldom az eszemet. Ha egy szót se szólok két percen belül, akkor szerelmes lesz belé minden nő. Akkor, uram, én nem tudom, mit csináljak magával. Doktor, kérem, segítsen rajtam! Hát én ezt már nem bírom lábbal, nem bírok én már futni a nők elől. Tudja mit? Behívom az asszisztensnőmet élénkét. Akkor én már megyek. Dehogy megy. Ide figyelj. Figyelmeztetem magát. Nagyon nehéz dolga lesz. Aha. Ez az Irénke, az én asszisztensnőm. Csak a munkájának. Aha. Ez a nő utálja a férfiak. Aha. Ez a nő még soha életében... Nem fogta meg senki! Ide figyelj. Én most elmegyek néhány percet. Behívom én. Maga akkor bejön, meg mondja, hogy engem kell. De doktor úr, tényleg itt akar engem mondani egy olyan kiérzett nővel? De figyeljen! Ha Irénke beleszett magában, tőle meg fogjuk tudni azt, hogy mi az oka. Érti már? Én értem, de hát a doktor úr ígérje meg nekem olyan segítséget, sikítok, akkor bejön. Persze. Na most menjen! Jó. De doktor úr, tényleg itt akar hagyni engem? Menjen, igyekezzel! Kérjék el, gyere szíves! Igen, és doktor úr? Irénke, most néhány percre el kell mennem, kérem maradjon itt. És ha valaki keresne, ültesse el és jöjjön onnan, jó? Természetesen, doktor úr. Köszönöm. Fogadjunk! Fogadnak! Nem!
ugye? Ja, hát nem kell félni tőlem, csak nem fél tőlem. Tudja, én már vagyok, mint a többi nő. Nekem ugye van szíve. Na, hát... hogy hívják? Jaj,
Csak azért kerestelek, hogy beálljak az autóval, vagy elmegyünk még valahová ma este. Dehogy, olyan fáradt vagyok. Isten, már megint fáradt vagy. Esküszöm, hogy nekem van a legfáradtabb férjem az egész világon. Drágám, ne haragudj rá, hát látástól Mikulásig reggeltől estig dolgozom, nagyon fáradt vagyok. Doktor úr, kérem, én elmegyek. De miért? Azért, mert néhány percet ezelőtt beleültem egy idegen férfi. Mire van szó? Tetszett tudni, bejött ide egy idegen férfi, bunda elé ránézett, és néhány percet később már a kanyarba vetette magát. Jaj, de én inkább már máskivel is elé fordult, hogy egy férfi elébe ült. Igen, de bunda Irénnel soha. Mondja, ki az a férfi, aki magát egyetlen percet így meg tudta bolondítani? Jaj, hát én nem tudom, de hát még egy ilyen férfi, mint a Ficek ödön. Hát itt semmi megy a földön, hát jár ki moziba. Hát látom én a Robert Redfordot, meg a Schwarzeneggert, de még egy ilyen férfi. Hát itt még egy a földön. Mondja is. Történt maguk között valami? Sajnos nem, mert a doktor úr az utolsó pillanatban ugye közbelépett. Nagyon érdekes eset. Feljött hozzám egy férfi, és elpanaszolta, hogy a nők üldözik a szerelmét. És ő nem bírja elviselni. Én nem akartam neki elvinni, és azért megkértem egyébként, hogy segítsen. Hát az eredményét, hát láthatod. Nagyszerű, és hol van most a férfi? Jaj, majd később bemutatom neked. Azért ez nem volt szép, hogy engem a doktor úr ilyen szerelmi ügyekben kísérleti nyúlnak használ. Én igenis elmegyek. Ne menjél el, Irénke! De igenis elmegyek. Egy ilyen züllött nő nem lehet asszisztens, még akkor sem, hogyha bunda Irénnek hívják. Elmegyek. Megpróbálom visszahúzni. Egy férfi, akit üldöznek a nő. Ficek ödön. Itt vagyok. Ficek ödön. Személyesen. Mennyire más embernek lát? Na, hogy annak lát. Igazi férfi. Tetőzött alpig. Sőt, a, lehet annál is tovább. Hallom, hogy magába első látásra minden nő belebolond. Hát igen, kivéve aki második látásra. És akiben minden nő első látásra belebolondul. Van ebben valami. Igen, maga tetszik nekem. Nagyon. Még nagyon abban. Akar velem találkozni? Naponta többször. Holnap nálam 5-kor ezen a címen. Várom. Te ficom. Ez az a nő. Recept még írtak fel magát. Doktor úr, kérem! Tudod, hogy tartani? Képzelj, megint itt volt az a gyönyörű fiatal hölgy, akiről már az imént meséltem. Mondja, hogy mikor találkozunk? Jaj, hát gratulálok! Köszönöm szépen, köszönöm! Doktor úr, köszönöm én! Megyek is, kérem! Hát, még ne menjél, szeretném bemutatni a feleségem. Áháháhá, doktor úr, én már mára pont elég nőt láttam. Ne aggódjon! Az én feleségem az nem olyan az. Aha, de tudja mit, én ezzel nem nősülök meg, mert nem akarom már állandóan figyelni, hogy mikor csal meg az asszony. Azért vannak még egészen tisztességes asszonyok is. Én például egészen biztos vagyok abban, hogy az én feleségem ő hozzá. Aha, kérem szépen én nagy szakértő olyan témának. Ha ránézek egy nőre, azt hallom meg mondom, hogy az hű, hát vagy nem hű. Én feleségem, nyugodtan ránézek, meg is nyugodtan.